Folyamatosak a tüntetések a palesztinok és a terror mellett a világban. Izraelt gyilkosnak, a francia elnököt pedig bűnrészesnek nevezték Párizsban azok a tüntetők, akik Palesztina felszabadítását követelték. Demonstráltak az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában is. Itthon közben továbbra sem lehet a terror mellett tüntetni, egy mára tervezett demonstrációt is betiltott a rendőrség. A rendőrök gyűrűjében hangosan követelték Gáza bombázásának leállítását csütörtök este Párizs belvárosában. A köztársaság téren több százan skandálták, hogy Izrael gyilkos, Macron bűnrészes és Palesztina felszabadítását követelték. Tüntetni kell, Gázában civilek halnak meg, mondta egy 62 éves, Franciaországban élő palesztin férfi, a gázai kórházatért támadás áldozataira utalva. A plakátokon a soha többé az Gázára is érvényes, valamint mi nem vagyunk antiszemiták volt olvasható, miközben végig a zsidókat gyalázták. A francia hatóságok az utolsó pillanatban engedélyezték a tiltakozást, mert a legfelsőbb közigazgatási bíróság szerdán engedélyezte, hogy a helyi hatóságok egyenként értékeljék a tiltakozásokat. A francia belügyminiszter ugyanis a múlt héten a közrendzavarás veszélyére hivatkozva betiltotta a palesztin barát tüntetéseket. Gyakoriak azonban az Izrael párti tüntetések is. Fokozott biztonsági intézkedések mellett a New Yorki Times Square-en több százan gyűltek össze csütörtökön. A tiltakozást az izraeli-amerikai tanács szervezte, és a résztvevők a Hamász által elejtett túszok szabadon bocsátását követelték. A közösség tagjai táblákat mutogattak a magasba az elrabolt emberek képeivel. Azért vagyok itt, hogy a túszok szabadon bocsátásáért könyörögjek, és hogy megmutassam az amerikai zsidók támogatását és egységét, mondta egy nő. A rendőrség az egész területet körbezárta, és aki be akart menni, annak fémdetektorokon kellett átmennie. Chicagóban ugyanakkor hatalmas palesztin párti tüntetést tartottak. Azt skandálták, hogy Izrael hagyja abba Gáza bombázását és a vérontás végét követelték. A plakátokon szégyeld magad, Biden, és Jeruzsálem a mi fővárosunk volt olvasható. Latin-amerikai, illetve dél-amerikai országokban is tartottak palesztinokat támogató demonstrációkat. Chilében sok helyi lakos is csatlakozott a megmozduláshoz. A tüntetők a plakátokon véres kezű gyilkosnak ábrázolták az izraeli kormányfőt. Az ekvádori tüntetők amerikai zászlót gyújtottak fel, és az izraeli kormányt szidalmazták, miközben szabad Palesztinát követeltek. A brazíliai Rio de Janeiroban az amerikai mellett izraeli zászlót is égettek a tüntetők. A kolumbiai Bogotában pedig az izraeli nagykövetség előtt gyülekeztek, és hangos bemondókon követelték a Gáza elleni bombázások leállítását. Magyarországon továbbra sem lehet terrorpárti tüntetéseket tartani. A BRFK a múlt heti kettő után egy harmadik, péntekre tervezett demonstrációt is betiltott, azzal az indokkal, hogy az a közbékét és a jelenlévők biztonságát is veszélyeztetné.